kifeszkéjét szerintem. És akkor kész, és nem? Igen. 13,5 kilométer. Hogy mész el gyalog szerinted? Sehogy. Egyáltalán van itt iskola? Hát ha iskola busz van, Gergő, ez félkérdés, nem lesz. Akkor nincs iskola, mert ha iskola busz van, akkor nem lehet iskola, mert itt szóval... Ja, nincs. Itt bent nincs iskola, tehát valószínű azért viszik el a gyerekeket. Biztos, hogy az összes környékét nincs viszik be Nápolyba. Azt mondom. Talán általános iskolák még vannak. Hát talán az van. Mert itt azért rengeteg család
kis izé van itt, fa, kert. És pihenek. Aha. Visszavezetem, nem arról van szó. Nem, menjünk akkor vissza valami akkor gyorsabb úton. Persze. Autópályán visszamegyünk, aztán... Persze. Mert most van 2 óra. És mire odaérünk, megesszünk, az 3, 4, 4. 5-től meg sötét van. Ja. Viszont ha így vagyunk, akkor meglátjuk Sorrentóból mennyi, akkor legtöbb ongorjátok, akkor Nápolyig be lehet gurulni itt az alsó úton. És hogyha a felső úton jönünk vissza, akkor meglátjuk, hogy akkor megnéznék a kikötőt, és meglátjuk, hogy felső úton időben mennyi, és tudnánk kalkulálni, ha akartok. Szerintem valahol leszünk, jó? És milyen kapu van mi? Ja. Csak egy parkoló, és utána... Milyen kis szigetek mi? Elmond egy lakatlan sziget. Hát... Lehet, hogy egy-két madár lakja. Leander itt, mint a gaz, mondhatnám. Mi? Az autók mind arra fele álltak szinte. A turista izék. Tehát már akartam fotózni, most szóljátok, mert beállok bármelyik. Nem, hát itt már itt gyönyörű, nem arról van szó, csak szerintem. Tehát itt a lakott résznek úgymond kettő között vége van. Tehát olyan fenyő volt, anyu, amit mondtál. Lehet, lehet. Meg kell nézni a könyvbe. Tehát olyan fenyőre emlékszem. Álmos vagy? Nem. Ez a hegyi levegő, mi?
ezek közé még mindig az a Maiori vagy Maioni. Az... Ahol megálltunk? Az ott nagyon. De jó, ez mit szerintem szép. Én nem... Ez inkább ilyen turista rész a Positano szerintem. Az a Maiori meg egy igazi olyan... Ez egy üdülőhely, ez nem hiszem, hogy üdülőhely, inkább ilyen turista látványosság, nem? Nézzé fog. Szép. Hát tele volt szállodával Positano. Igen? Hát nem figyeltem. Igen? Javítgatják, gondolom, az oldalfalat, mi? Ja. Simán. Hát te figyelj! Sorrentótól még 5 kilométer? Nem tudom. Az már olyan messze. Hát időben sokkal rövidebb, mint az 60 kilométer. Mindjárt megnézzük, jó? Nem, csak azt mondtam. Hát, azért fejből minden tényse. Nem van egy-két magánvilla. Hát jó, hát. Itt ott elrakva. Lehet, hogy Positanónak is az az érdekesség, hogy egymásra vannak. Így van. Sorrento 15, Sorrento 7. Hát akkor nekünk Sorrento 7 kell. Igen. Napoli 52. Aha. Megkaptad a választ, Anici. Szerintem így, ez így megy a... Igen. Nézd arra, megkerültük a félszigetet. És ott van az mondom, Napoli felé. Szerintem. Majd meglátjuk, hogy hol tudunk fotózni, jó? Ez már a Napoli jövőből. És már a félsziget másik oldalán vagyunk. Aha. Sorrento még ezen az oldalon. Igen, de most mi szerintem megkerüljük vissza az ízét, mert erre rövidebb volt, mint igen. Arra kerülni. Jó, így értem. 800 méter után, fordulj balra. Most már átértük a félszigetnek a igen. Másik oldalára, de még majd visszamegyünk oda, de... De ez is az Nápoly szemben. Nem? Arra bent az ízébe. Igen. Nápoly oda beesik. Kerül. Aha. Akkor az ott mi szemben? Hát végig, de maga a főrész az be. Hát tudom. Nagy, Nápoly nagy. Köszönöm.
keskeny szaron, de a nevelünk csutakra nem menjünk már rá, jó? Szerintem sem. Újratervezés. Túllépted a sebesség határt. Hát gyönyörű ez a vidék.